Eszményi Anett vagyok, az est házi asszonya. És külön szeretném köszönteni Őrsi Gergelyt, a második kerületi önkormányzat polgármesterét, dr. Csabai Pétert, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat előjáróját, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat megjelent képviselőit, a megjelent pesthidegkúti lakosokat és a Klebersberg UNOD jelenlévő kitüntetettjeit. Legelőször pedig felkérem Őrsi Gergely, polgármester urat, ünnepi beszédének megtartására. Köszöntök mindenkit, tisztelt előjáró díjazottak, és minden hidegkúti, aki fél órával ezelőtt körülbelül megkoszorúztuk Klebersberg Kuno szobrát, és Kósa Viktor igazgató mondott beszédet, ami borzasztóan megindító volt is. Nem mennék bele abba, hogy Klebersberg Kuno mennyi mindent tett a hazáért, hiszen mi, akik ma itt vagyunk, ezt pontosan tudjuk. Pontosan tudjuk, hogy talán ő tette a legtöbbet a magyar közoktatásért, a kultúráért, és hogy igazi államférfi. Tudjuk, hogy egy olyan trauma után, ami Trianon jelentett az országnak, ő belátta, hogy a közösségért, Magyarországért úgy tud a legtöbbet tenni, hogyha az emberi szellemre, az oktatásra és a kultúrára fordítja a lehető legtöbb erőforrást. A könyvtárakat, iskolákat, egyetemeket alapít, gondoz, így segít elő a magyar kultúra és a magyar művelődés fejlődés. Ugyanakkor Klebersberg Kuno amellett, hogy államférfi volt, és Trianon után ennyi mindent tett az oktatásért, közoktatásért, kultúráért, egykori szomszédunk is volt, lokálpatrióta. Mi, akik időről időre összegyűlünk, akár kulturális, akár bármilyen más programon itt, a Klebersberg Kultúrkúriában. Gondoljunk arra, hogy hány olyan lánglelkű, vasakaratú, igazi közösségi emberre van szükség ahhoz, hogy környezetünk és közösségünk dolgai akár csak egy kicsit is, de előre mozduljanak. Klebersberg Kuno rengeteget tett a közösségért és a közért. És akik a Klebersberg díjban részesültek és részesülnek, ők rengeteget tettek a helyi közösségért, és ami összeköti őket, az az, hogy egyikük sem azért tette azt, amit tett, azért építette a közösséget, azért tett hozzá a városrészünkhöz, hogy megkapja ezt a díjat. Hanem azért, mert úgy látta helyesnek, és tudta, hogy jó célt szolgál, nem a díjért. Amikor itt vagyunk ebben a kúriában, vagy akár a fölöttünk található kastélyban, akkor időről időre elgondolkozhatunk azon, hogy azon túl, hogy a pesthidegkúti, ezt mindig el szoktam mondani, az egyik legcsodálatosabb és legösszetartóbb közösség. Az a közösség, amelyik nem csak saját magáért, a közösség létéért tart össze, hanem azért is, hogy a hagyományokat őrizze, ápolja, hogy azok az emberi kötelékek, azok ne csak egy ilyen hétköznapi kötelékké váljanak, hanem igazi, szoros, történelmi, hagyományőrző múltra visszatekintő erős közösséget alkossanak. És a második kerület legerősebb közössége a hidegkúti. Emellett különösen fontos számukra a történelmi emlékek ápolása, legyen szó építészetről, kultúráról, vagy éppen arról a helytörténeti aktivitásról, amit ez a közösség kifejt. És borzasztó örömteli, hogy ahogy ez a kultúrkúria, ahogy a kastély, vagy ahogy a közeljövőben a Városszabó kúria meg fog újulni, engedjék meg, hogy egy picit a díjtól és Klebersbergtől eltérő
témát is felvessek. Márpedig azért, mert úgy érzem, hogy ebben a körben kell ezt megtennem. Az pedig nem más, mint hogy van még olyan építészeti és történelmi emlék itt Pest Hidegkúton, amiért ez a közösség tenni tud. És én arra kérem önöket, akik talán a legtöbbet tesznek, tettek Hidegkútért és örökségünk ápolásáért, hogy fogjunk össze egy olyan cél érdekében, ami talán régi adósságon. Elkészült a kúria, elkészült a kastély, hamarosan elindul a városszabó kúria, de ott van a régi községháza. Ami korán sem biztos, hogy még egy vagy két telet kibír. Ezért én arra kérem önöket, hogy ugyanúgy, ahogy ez a közösség már számtalanszor bebizonyította az erejét és hogy mikre képes, fogjunk össze a régi községház megmentéséért. És nem azért, hogy ott létrejöjjön valami, amit utána átadható, hanem közösen találjuk ki, hogy mi legyen a sorsa. Rósa igazgató úr említette, hogy Klebersberg Kuno nem csak iskolákat hozott létre, hanem az iskolákhoz kapcsolódóan például pedagógus otthonokat, pedagógus lakásokat. Azt hiszem, erre a mai időszakban is szükség van. Ugyanúgy, ahogy közösségi térre, vagy éppen gyermekeket kiszolgáló innevelő intézményekre. A lényeg, hogy találjuk ki közösen azt, hogy hogyan tudnánk a régi községházát új közösségi házzá, vagy közösségi funkciót szolgáló épületté tenni. Ezért én arra kérem önöket, hogy már a gondolattól kezdve gondolkozzunk azon közösen, hogy milyen új funkciót kaphatnak a régi községházak. Mert szerintem mindannyian szomorúak lennénk, hogyha egyik tavasszal úgy mennénk át a solymári elágazásnál, hogy azt látjuk, hogy nem csak romos, hanem lehomló. Ezért kérem önöket, hogy aki szeretne részt venni ebben a folyamatban, jelentkezzen, és fogjon össze ez a közösség. Azért, hogy Hidegkúton egy még megmenthető építészeti érték megmaradjon. És elnézést, hogy elkalandoztam a mai estének a lényegétől, de úgy éreztem, hogy ezen az estén kell, ahol a díjazottak, ahol a legaktívabb közösség jelen van, hogy ezt elsőként kérjem, és önöktől szemben. Én minden díjazottnak ezúton is gratulálok, a ma esti díjazottjának pedig külön. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Arra kérek mindenkit, hogy vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, jó egészséget kívánok. Most pedig felkérem dr. Csabai Pétert, a Pest Hidegkúti Városrészi Önkormányzat előjáróját, hogy ismertesse a 2021. évi díjazott nevét. Tisztelt polgármester úr, tisztelt ünnepelt és tisztelt ünneplő közönség. Engem ért az a nagy megtiszteltetés, hogy mai nap bejelentsem a tévedő díjat, ki fogja megkapni. Kinek ítélte oda a Városrészi Önkormányzat. Mielőtt még ezt elmondanám, és közölném önökkel, engedjék meg, hogy fölolvassam azoknak a díjazottaknak a nevét. Megérdemlik, egyrészt nincsenek köztünk, másrészt hál' Istennek sokan köztünk vannak, hogy emlékezzünk rájuk is. 1992 óta adjuk ki ezt a díjat, az akkori önkormányzat, Városrészi Önkormányzat a kultúrminiszter elnevezett Klebersberg díjat alapított, és az volt a szándékuk nekik, a hagyományozó szándéka, hogy a Pest Hidegkúti közélet egy kiemelkedő személyiségét, akiknek élete és munkássága példaként állított a kortársak és a jövő nemzedéke jelé, évről évre kultúrminiszter nevével fémjelzett emléktakettel tüntesse ki. 1992 óta következők részesültek ebben a szép kitüntetésben. 1992, Topelce Oszkár, helytörténész,
a Barangolások Pestire Kutva című könyv szerzője. 1993. Pokon József, Hidegkuti Sportklub AEC elnöke. 1994. Barta Gábor, Római Róbert, Olaj János és Pavetics Krisztina Hidegkuti Hírek szerkesztősége. 1995. Távezer Katalin tanítónő. Megjegyzem, még az épjaimat is tanítottam. 1996-ban Hertel Ferencné, Persibekulti nyugdíjas klub vezetőségi tagja. 97-ben Szegi Antalné, Remete Kertvárosi általános iskola tanára, és Erdősi Katalin, újságíró, a Hidegkulti hírek főszerkesztője. 1998 Sejt Ágoston, a Mai Remete Hidegkult ökumenikus általános iskola igazgatója, az iskolaszünk elnöke. 1999-ben Bognár Lajos atya, Ófalu és Szépfalom plébános a Gercse templom felújításának ösztönzője. 2000-ben Tulipán Károlyné, szociális gondozó, a Mai Remete Kisboldogasszony Bazilika Karitas csoportjának vezetője és Töreki Ferenc, grafikus művész. 2001-ben Ferenc Éva énekes előadó művész és Plánkné Jeti Csilla tanítója. 2002-ben Sénel Mihály Kossuth díjas festőművész. 2003-ban nem osztották ki a díjat, 2004-ben képviselőtársam Csere István, a Mai Remete Hidegkulti Ökumenikus általános iskola igazgatója és Kékesi Szabolcs. 2005-ben Don Bosco nővérek Szent Család Óvoda testülete és vezetője Mészáros István. 2006-ban Kiszenere, Alapok Művészeti Iskola vezetője Kis Magánzene Alapítványa, szakmai igazgató Kis István, kuratóriumi elnöke Kisné Szűcs Maria. És egyben Jablonkai Gábor, a Pesidepoti Polgári Szövetség elnöke. 2007-ben Esztenáz László atya, Karnok, a Mai Remete Kisboldogasszony Bazilika plébánosa. 2008-ban Cseke Péter, Jászai Mari díjas színművész, a Polgári Pesidepoti Egyesület elnöke. 2009-ben Bödei házaspár, Kati és Sándor, a Mai Remete Bazilika templom kerti esték című jótékonysági eladás sorozatának szervezője. És a Polandról Sportegyesület, a Rodens Budapest Kerekes Székes Kombi Tánc Együttes kapta szintén ezt a kitüntetést. 2010-ben Schmidt Pálné Makai Katalin, a Mai Remete Bazilika templomkerti esték című jótékonysági eladás sorozatának háziasszonya, köztársasági akkori köztársasági elnökkörösége. 2011 Fülöp Tibor, Budaligeti Polgári Külvezetője, a Vas Miklós értelmének akadályozottakat segítő közhasznú egyesület elnöke. 2019-ben Dr. Erdős Károly Tévedbe Kuhn Emléktársaság ügyvezeti elnöke. 2013 Dr. Kovényi Zoltán, Mai Remete Szentorvodom egyik létrehozója. 2014 Balsó István volt igazsági miniszter, az alkotmánybíróság tagja. 2015 Tetvai Mário Marcella, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedűművésze, a Gáció Kamarazenekar és a Gáció Zuló Zeneszalon alapító. 2016 Jókai Anna író, a Nemzeti Művészet címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és József Attila díjas magyar író és költőnő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2017-ben Kovács Gergely, református lelkész, Fodor Viktor evangélikus lelkészet kapták. 2018-ban Szilágyi Zsolt, PPKS vezetőségi tag, patriota a Szent János Kórház felújításának szervezett civil összefogás irányítója, szószólója. 2019 Czemmel László, a helyi közösség életét özetlen áldozatos tevékenységet végző lakos. 2020 Czoba Viktória, Pesidepú tehetőtlennek kutatója, értékeinek ápolója. Tisztelt ünneplő közönség, engedjék be, hogy akkor most bejelentsem, hogy a Pesidepúti Városrészi Önkormányzat egyhangú döntése alapján Doboz Eterka, Don Bosco nővének ítélte oda a díjat.
Elkérem Csere István képviselőtársamat, hogy a laudáció megtartására. Kedves nővérek, polgármester úr, kedves ünneplők! Miként Péter az imént mondotta, a Pest-Hidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a Lebesberg díjat, azzal a szándékkal, hogy a Pest-Hidegkúti közélet egy-egy kiemelkedő alakja kapja évente, akinek az élete és tevékenysége példaként állítható, kortársak, mint pedig a jövő nemzedékeért. Megingathatatlan szilárd meggyőződésem, hogy a ma díjazott Rogoz Etelka nővér teljes mértékben megfelel ennek a majd 30 éves kívánalomnak, az eredeti szándéknak. És még két megjegyzést engedjenek meg nekem itt az elején. Ha a mondani valóban áthallatszik az érintettség érzete, olykor az nem a véletlen eredménye, hiszen Etelka nővért közel 50 éve ismerem, tisztelem és szeretem. És külön megtiszteltetésnek érzem, hogy én állhatok itt, hogy ismertethessem Etelka nővér életútját, illetve lehetőségemben áll pár gondolatom segítségével a sokak által észlelhető felszín mögötti mozgatókat, személyiségjegyeket is láttatnom önökkel. Pár tény és gondolat Etelka nővér életútjára. 1939. február 14-én született, Isten értesse őt e helyről is. Szüleivel a vízivárosban éltek, ott járt hittarra, és már akkor kislányként kezdte érezni, talán még bizonytalanul, az úr hívását. A hívást azonban egy kölcsönkapott könyv elolvasása igencsak felerősítette, ez a könyv pedig Don Bosco Szent János, a szalézi rend alapítójáról szólt. Templomban a család a Battyán térre járt, és akkor már 10 éve betiltott szalézi rend szerzetese, dr. Edelényi István atya, mint káplán működött. Ő a lányok számára énekkart vezetett, és ekkor ismerkedett meg vele a kicsinyete. Edelényi atya elkötelezett és hiteles keresztény élete és szolgálata már végérvényesen segített meghallani az őt hivatásra hívó. A szerzetesi fogadalmat az akkori viszonyok miatt titokban tette le Óbudán, az akkor már de facto a magyarországi szalézi tartományfőnök Edelényi István előtt 1960. augusztus 5-én. Etelka nővér bár szíve szerint magyar történelem szakos tanár szeretett volna lenni, de az édesapja korszaklátó és korszakértő tanácsára inkább tanító, majd a 2002 megkérdőjelezhetetlensége miatt matematika tanári diplomát szerzett. Tanítói, tanári munkáját mindvégig Újpesten több iskolában végezte. Egy a korszakról is képet festő történet. A fiatal tanítőnő óráját meglátogatta a tanfelügyelő, és ez a látogatás éppen Vladimir Iljics Lenin születésnapjára esett. A tanítónő matematika, akkor még számtanóra a tanmenete szerint a számolás tanításával foglalkozott kizárólag az órán. A látogató tanfelügyelő jelentése szerint a fiatal tanítónő nem alkalmas az ifjúsági nevelésére és oktatására, mely után egy évre a katedrától eltiltották. Ez alatt az egy év alatt könyvelőként dolgozott. Az eltiltás letélte után akkor mehetett vissza tanítani, ha ígéretet tett arról, hogy nem fog ugyanúgy templomba járni, mint annak előtt. Ezt meg is ígérvén nem is járt a szokott módon a Battyány téri templomba, hanem ezután az országúti ferencesekhez járt misére. Tanári tevékenysége alatt mindmédig szüleivel, illetve nem szerzetesi közösségben élt, de élte a rendi életet. Hiszen rendjének a segítő szűzmára leányai Don Bosco nővérek tevékenységi fókuszában eredetileg a fiatal lányok, ma már az egész ifjúság nevelése. A 80-as évek közepén Lékai bíboros kezdeményezésére indulhatott meg Magyarországon a II. Világháború után a világi hitoktató képzése a teológiának, melynek első kurzusát is elvégezte Etelka nővér. A
rendi élet magyarországi újrakezdéséhez 1990-ben nyílt meg a lehetőség. Pont akkor készült el a Dófalói plébánia új épülete. Miklós József plébános atya erejének fogyását is érezve jelezte püspökének, Takács Nándor székesfehérvári püspöknek, akkor még Pesidek út az székesfehérvári egyház megyéhez tartozott, hogy szívesen befogadna nővéreket az egyház községében. Az észak-olaszországi koneljárulóval, a rendi előjáróval együtt, FLK-val együtt megnézték a plébánia épületet, és látták, hogy az némi átalakítással rendházzá is tehető, de az igazi döntés a sok kisgyermek meglátása volt, ahol ennyi gyerek van, ott helyük és feladatuk van a nővéreknek is. Így kerültek Pesidek útra. 1990. július 2-án Sallós Boldogasszony templom búcsújának ünnepén Pesidek úton elindult a közösségi szerzetesi élet három nővére. A házfőnök Robozetelka lett, a másik két nővér Olaszországból jött haza, a már meghalt közöttünk nemű Jeriga Anna, és ami 102 évesen is közöttünk lévő Bognár Anna Honosna nővére együtt. A nővéreken kívül négy novíci, fiatal novícia jelölt és beköltözött az új rendházba. Etelka nővér kezdeményezésére hamarosan elkezdődött egy egyházi, konkrétan szalézi óvoda szervezése. Két évig a rendház oratóriumában, majd 1996. decemberében Ternyák püspök felszentelte a Szent Család óvoda új épületét. A 90-es évek közepén Etelka nővér vezetésével megkezdte működését Pesidek úton a szalézi munkatársi csoport. Ez egy olyan szervezet, mint a bencéseknél a jogulátusok, vagy a ferenceseknél a ferences világjelen. Etelka nővér a szalézi munkatársak segítségével szervezte meg az első nyári családos tábor a Tisza partján Ibrányban, mely tábor, illetve ennek a folytatása, máig szerves részei az Ófalui egyházközség nyarainak. A nővérek nevelési szintelei között talán a hittanórák mellett a legmarkásabb a szombati oratórium. Itt a közös játékon is az ahhoz kapcsolódó lelki beszélgetésen a Jézus központú közösségi élményen van mindig a fő hangsúly. Ezt is Etelka nővér indította az akkori novíciák segítségével. Napjainkban szombatonként 30-40 gyerek vesz részt ezeken, míg a nyári oratóriumi táborban 120-150 hidegkuti gyermek is jelen van. És még egy számadat, a hidegkuti házból jó részt Etelka nővér mellől novíciákként induló fiatal lányok közül 10 tettek szerzetesi fogadalmat már ezután. Pár gondolat és tény Etelka nővér személyéről. Amikor a rög döntéséről személyesen szerettem volna tájékoztatni Etelka nővért, nem vette fel a telefonját, és én pont a Kéberberg kastélyban jártam, így kifele jövet, észrevettem a kiszűrődő fényt a templomból, gondoltam, benézek. Ott volt, ötöd magával, három gyermek, két anya és ő a rózsafűzért mondták. Ez a kép szinte mindent hordoz, ami fontos az érték világában. Jézus, Mária, család, gyerekek. Sokak, szintén sokaknak rögzülhetett az a kép, hogy vasárnaponként áll a templomajtóban és várja a családokat, és a kisgyerekek kezét megfogva előre kíséri őket a többiekhez az első sorban. Igen, ez a szolgáló szeretet immanens része az ő személyiségének. És minden bizonnyal ez mondatta vele egykor egy 4 gyermekes anyának, mikor az a kisgyermekei miatt igen-igen kifáradt állapotba jutott, hozz ide a két kicsit délelőtre a rendházba, majd mi vigyázunk rájuk, te pedig menj haza és aludj együtt. Vannak személyek, akik körül mindig szinte forra levegő, és vannak, akik körül a békesség aurája tapítható. Etelka nővér az utóbbiak a békesség teremtő képviselője e földön. Számára kézzelfogható valóság a teremtett világ jóságának tudása és az Isten
saját képmására teremtett ember méltóságának mérhetetlen és feltétlen tisztelete. Az empátia és elfogadás korunk emberi viszonylatában gyakran hiányzik. Ezért is olyan értékes annak körünkben lévő közvetlen tapasztalhatósága, illetve bizonyságát láttató személy jelenléte. A harmadik, a szolgáló szeretet és a békességkeresés mellett talán a legfontosabb személyiségjegye Etelka nővérnek a hitelesség. A hitelességének alapja a kereszténysége, a Krisztus követés mindenek feletti szándék. Nem az előre emberek, hanem a gyertek utána világszemlélet. A mában is a holnapra gondolás felelőssége, a megkülönböztetés képessége, és nem utoljára a teljes Úrra való hagyatkozásban gyökerező hálatelt szív. Kedves Etelka nővér, köszönjük ítéltedet esidek úton, az Úr kísérje minden léptedet. Köszönjük szépen Csere Istvánnak, most pedig felkérem Robot Etelka nővért, Őrsi Gergely polgármester urat és Csabai Péter előjáró urat, hogy fáradjanak fel a színpadra. A díjat ugyanis átadja polgármester úr és előjáró úr. Most pedig megkérjük, megkérem Robot Etelka nővért, hogy mondja el beszédét. Nagyon nehéz megszólalnom, hiszen nem tettem semmi különöset. Próbáltam odafigyelni a minden kihívására, felfogni azt és válaszolni rá. Amikor 1990-ben idejöttünk, elég kevés fiatal járt templomba. Majd egyre több kisgyermekes család vásárolt telket, építkeztek, ide költöztek. A templomban is megjelentek. Megszólítottuk, helyen kínáltuk őket, mi sem, tán pedig a templom előtt ismerkedtünk, beszélgettünk, majd meghívtuk őket szombatra kérdéveskedni. Úgy éreztük, itt most közösséget kell építeni. Sok volt a kicsi, őket pedig délelőtt, hétköznap délelőttökre hívtuk meg játszani. Nagy volt az örömünk, amikor több anyuka jelezte, hogy szívesen vezetne kézműves foglalkozást. És több gyesen lévő óvónéni jelentkezett arra, hogy hétköznap délelőttönként játszik a gyerekekkel, és gyermekfelügyeletet is vállalt. Nagyon jó volt látni, hogy a családok mennyire nyitnak egymás felé, és hogyha szükség volt rá, akkor segítették egymást. Egyre többször hallozott el, hogy vodát kéne építeni. Hát elfogtam. Alapítom Don Bosco azt mondta rendtársainak, szerettessétek meg magatokat az emberekkel, hogy általatok megszeressék az Istent. Az ő példájára próbáltunk nyitott szívvel fordulni mindenki felé, és amikor eljött az ideje, úgy éreztük, hogy eljött az ideje, akkor lelki gyakorlatot szerveztünk, és egy arra jól felkészült jelöltre bibliaórákat tartottunk. Egy szóval a körülöttünk élőkkel megpróbáltuk belakni környezetünket, és jól érzi magunkat benne. Ennyi volt az egész. Köszönöm.
gratulálok még egyszer én is a díjazóknak, köszönjük szépen a beszédet. És most pedig az ünnepi műsor következik. Méghozzá ünnepi műsort ad az Óbudai Danubia Zenekar ütőegyüttese. Fogadják szeretettel! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Önöket. Engedjék meg, hogy még egyszer bemutatkozzunk. Mi vagyunk az Óbudai Danubia Zenekar ütőhangszeres kamara együttese. Köszönjük szépen a Kótó Kúria ismételt meghívását. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számunkra ismét itt lenni Önökkel. Esetleg néhányuk már találkozhatott velünk augusztus végén. A különleges alkalom miatt mi is igyekeztünk ugye minél különlegesebb műsorral fölkészülni, lesz rengeteg meglepetés is. Tulajdonképpen már rögtön az első művünk is az volt, ez Piotr Iljics Csajkovszki Diótörő című művéből volt négy szemelvény, egy picit a
késő őszi koratéli hangulatot igyekeztünk elcsípni ezzel a zenével. Most pedig egy picit elvinnénk önöket. A századfordulós Amerikában egy ragtime fog következni. George Hamilton Green, Log Cabin Blues. Hallgassák szeretettel! És most be is fogom tartani az ígéretemet. Annyit még hozzáfűznék a műsorunkhoz, hogy ugye nagyon nagy merítésből tudtunk darabokat válogatni. Ezúttal inkább arra koncentráltunk, hogy inkább dallamhangszerek szólaljanak meg túlnyomó részt a műsorunkban. Ugye ebből számos fajtát láthatnak itt rögtön mögöttem, és természetesen már hallhatták is őket. Van nekünk marimbánk, kettő xilofonunk, vibrafont is hoztunk, és még harangjátékot is, aminek hamarosan fontos szerepe lesz. A diótörővel megidéztük ugye egy picit a telet, a karácsonyi hangulatot, most pedig egy nagy vargabetűvel visszatérünk a nyárba, és Görögországba utazunk el. A következő mű címe Szirtosz.
bishop számról én nem igazán szeretnék sok mindent mondani. Szerintem mindenki nagyon örülni fog neki. Esetleg annyit hozzáfűzök, hogy a közönség által ez az egyik legkedveltebb darabunk. Ez több dalnak az egyvelege, és szerintem a dalok többségét mindenki fel fogja ismerni. Hallgassák szeretettel! Hoztuk. Műsorunk végéhez közeledve kérem engedjék meg, hogy először is ne felejtsek el semmit, mutassam be a zenekart. Óbudai Danubi a zenekar ütőhangszeres kamara együttesének tagjai, Benzon Zsuzsanna. Nevelő János. Szekér Attila.
irgalmatlan nagy pakolásban ott hátul Kolics Máté. Együttesünk vezetője Keresztes Magor. Én pedig Halász Illés vagyok. Most pedig kettő olyan dal fog következni, ami igazán különlegessé és egyedülállóvá tette számunkra az idevaló készülődést. Viszont átadnám a szót tisztelt kolléginámnak, Menzó Zsuzsannának. Konferálja fel ezeket ő. Köszönöm. Számomra azért is különleges ez az alkalom, mert én Etelka nővért már óvodáskorom óta ismerem, és nagyon sok szép emlék fűz hozzá, úgyhogy egy ütőhangszeres átirattal szeretnénk kedveskedni, Wolf Péter Ave Máriájával. Thank you.
Köszönjük szépen a szép műsort az Óbudai Danubia zenekar ütőegyüttesének. Nagyon gratulálok Rogozet Erka nővérnek a díjhoz, és nagyon köszönöm, hogy itt voltak ezen az eseményen, ennek a fontos eseménynek a tanúi voltak. Végül pedig meg szeretném mindannyiukat hívni egy kocintásra a téli kertbe, úgyhogy ott találkozunk. Viszontlátásra!